A kapuvári Spartacus karateisai szép sikereket érnek el hazai és nemzetközi versenyeken. Papné Kovács Edit és Molnár Imre edzők értékelték az elmúlt hónapok eredményeit. Legutóbb úgy emlékszem nyáron találkoztunk, miután a juniorok befejezték az Európa-bajnokságot. Azóta is igazából tesszük a dolgunkat. A nyár ugye az alapozásról szól, illetve az övszínváltásról. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a gyerekek több tradicionális jellegű karate technikát gyakorolnak és készülnek az övvizsgájukra. A nyári időszaknak a lezárása egy edzőtáborunk augusztusban, amit már harmadik alkalommal is Kónyban szerveztünk meg. Ezúton is köszönjük a kónyi önkormányzat polgármester segítségét és a kerékpáros vendéglő tulajdonosának is. Aztán, hogy véget ér ez az alapozó időszak, a szeptember már egyből a tagfelvételhirdetéssel kezdődik, illetve a konkrét versenyfelkészülésekkel. A legkisebb karatésokkal és az obi tornásokkal Papné Kovács Edit és Szalai Zsemjő Mónika foglalkozik. Aztán a versenyszezont igazából szeptemberben Répcelakon kezdtük, egy felkészülő versenyen, a Rakurái Klub szervezésében. Ott is már jó eredményeket értek el a gyerekek. Most pontosan kicsit puskázok is hozzá, 4 arany, 3 ezüst, 8 bronzérmet szereztek. Aztán ez a versenyzés Dunaszerdahelyen folytatódott. A dunaszerdahelyiek ugye már Szlovákiában található, a szlovák karatésok, ők ugye kicsit kevesebben vannak, mint a magyarok, mindig nyíltá teszik az országos bajnokságukat, hogy többet tudjanak gyakorolni. Erre is elutaztunk egész nagy létszámmal, itt is szép eredmények születtek, 8 aranyérem, 7 ezüst és 4 bronzérem. Ezt követte egy 2 hete Budapesten az ÖSZ Knockdown Magyar Bajnokság. Ahogy a nevében is szerepel, ezen a versenyen Magyarország összes olyan karatésa részt vehet, akik szeretik teljes erőből megütni egymást, megrúgni egymást. Ez egy új szabályrendszer volt a mi sportolóinknak. Itt már nagyon minimális védőfelszerelésben küzdenek, még a legkisebbek is, illetve a legkisebbeknek is támadható felület a comb is. Itt is szerintem hát legalább a várakozásokon belül szerepeltek a gyerekek, szép eredményeket hoztak. Akik tavasszal a Junior Európa-bajnokságon, illetve az Ifjúsági Európa-bajnokságon szerepeltek, tőlük várható is volt a jó eredmény. Viszont a legkisebbek is, akiknek tényleg teljesen új volt ez a dolog, ott is születtek jó érmek, és most hirtelen talán 4 aranyérem, és 2 ezüst és egy bronzérem is született. Az idei versenyszezonban még egy verseny vár az utánpótlásunkra Debrecenben. Oda most hétvégén fogunk elutazni, és ezzel lezárul a 2019-es őszi versenyidőszak a gyerekek számára. Még meg szeretnék említeni még egy versenyt, ahol itt a felnőttek vettek részt igazából az egyesületünkből, ami Magyar Zoli barátomat jelenti és jó magamat, illetve a Lengyel László által vezetett KSE karate szakosztályát képviselte Kovács Ádám. Így hárman utaztunk el az IKOKU nevezetű világszervezet világbajnokságára Moszkvában. Ezen a moszkvai világbajnokságon Zolinak sikerült a dobogóra állnia, bronzérmes lett. Nagyon szép küzdelmekkel, látványos küzdelmekkel menetelt, KO-kat ért el hazai versenyzők ellen, és talán európai versenyzők ketten állhattak a dobogóra, úgyhogy ilyen szempontból is igen sikeres volt Zoli. Úgyhogy nagyjából a versenyekről ennyit tudok elmondani. Amit még meg szeretnék említeni, hogy mi is megkaptuk Kapuvár város 50. várossá válásának 50. évfordulója alkalmából ezt a sportért, illetve a város hírnevének öregbítéséért járó díjat. Köszönjük szépen! Köszönjük a városnak is a támogatást továbbra is. És még amit szerintem fontos elmondani, hogy amellett, hogy a versenyzőink ilyen jó eredményeket érnek el az országos szinten, tanulmányi az iskolájukban is jól szerepelnek. Kozma Levente versenyzőnk nemrég kapott a megyei iparkamarától ösztöndíjat,
Itt is gratulálunk neki. Kisleizer Lóca is igazából számtalan tanulmányi versenyen ről hoz haza okleveletű díjakat. Úgyhogy büszkén mondhatjuk, hogy így az eredményességünk mellett továbbra is több edzővel dolgozunk, szorgalmas sportolókkal, lelkeszülőkkel, viszont ahhoz, hogy ezt az eredményességet fent tudjuk tartani, illetve növelni tudjuk a nemzetközi szintéren szereplő sportolóink számát, akik most már a lányok is következhetnek akár, illetve a többi fiú is. Ugye idén tavasszal 5 ember tudott elutazni Prágában, amire nagyon büszkék vagyunk az Európa-bajnokságra, de hogy ők ne csak megjelen, az 5 emberből amúgy ugye nagyon szépen szerepeltek, több érmet hoztak, de hogy ne csak egy-egy évben jelenjenek meg a nemzetközi szintéren, hanem ez tartósan ott legyenek, illetve hogy felnőtt korosztályban is ne csak jelen legyenek a nemzetközi szintéren, hanem nemzetközi szintéren is top versenyzőkké válhassanak. Erre még több utazáshoz, nemzetközi tapasztalatra lesz szükség, hogy keressük ezeket a lehetőségeket, hogy minél több ország versenyzőjével megismerkedhessenek, illetve minél több speciális szakember bevonására is, hogy tényleg a legprofessionálisabb felkészülést kaphassanak a sportolók. Úgyhogy ehhez igazából minden szponzornak a segítségét szívesen várjuk, látjuk. Említetted, hogy a legnépesebb, ez most mit jelent? Most jelenleg hány ember versenye, hány fiatal, illetve hát felnőtt korosztályú versenyzője van a Spartakusznak? Így van, említettem, hogy a legnépesebb karate szakosztály, ez 50 igazolt sportolót jelent, amiből több mint 30 fő versenyző. Ez utánpótláskorúakat jelent, a felnőttek közül 2 versenyeztünk a Magyar Zoli barátommal. Mi már itt a versenyzésünknek az utolsó, Zoli még lehet, hogy vállal több versenyt, én valószínűleg több versenyt nem vállalok, inkább csak az edzősködéssel, edzéstartással, ha szeretném segíteni a csapatunkat. De ugye múlt alkalommal dr. Szalai Lászlóval találkoztattok, ő neki a fia most már 18 éves, úgyhogy az ő korosztálya is most már ér bele a felnőtt mezőnybe, és akkor reméljük átveszik ott is a stafétát is, és a Szalai Sámuelléket pedig követik a fiatalabbak. Tehát továbbra is megmarad itt Kapuváron ez a szép hagyomány, hogy a karatéban is most már generációk vannak, tehát apa, fia, lány, édesanyja. Így van, így van. Ebben nagyon bízunk, hogy ezek a generációk így váltják egymást. Ugye nyilván itt is, mind a foci csapatokban van hullámzás, hogy vannak kiemelkedő évek, vannak utána, amikor kicsit nem annyira kiemelkedőek az évek, és utána jön egy új generáció. Szerintem itt is fontos elmondani, hogy amellett, hogy ez egy egyéni sportág, nagyon fontos a csapat. Az, hogy nem önmagának egy egyénnek kell nekiállni a heti 10 edzésének, vagy akár a 12-nek, hanem hogy van mellette több társa, aki ebbe támogatja. Akkor is, hogyha például a 8. edzés után úgy érzi, hogy többet nem bír, akkor ott van a társa, aki az egyik héten tudja mondani, hogy de gyere, menjünk a következőre. De lehet, hogy a következő héten pedig ugye fordítva lesz a dolog, hogy na gyere, menjünk újra futni, megyünk újra zsákolni, megyünk újra súlyzózni. Mert ez kell ahhoz, amellett, hogy ebből megélni a versenyzésből nem fognak a gyerekek, ők profi munkát végeznek heti 10 edzéssel, vagy akár többel is. Ugye azért néhány nevet az edzők közül, a kapuváriaknak, illetve hát itt Rába közieknek, hogy elég neves edzők vannak itt a Spartakusznál, mert ez fontos dolog, hiszen azért az edző személye mindig meghatározza, hogy igazából hogyan épül fel egy szervezet, illetve kik lesznek majd az utódok. Igen, én is ezt gondolom. Szóval Németh Gábor személye megkerülhetetlen szerintem itt a kapuvári karatéban is. Minden versenyző az utóbbi 15 évben nagyot köszönhet neki, és szóval Németh Gábor irányítja a versenyfelkészüléseket. Szerintem már igen sokan ismerik, így a sporton belül is a felfogását is, a hozzáállását. Szerintem nevezhetjük szigorúnak, és de a gyerekek ezt érzik, és meg is akarnak tenni mindent, hogy neki is, Gábornak is, illetve saját maguknak is megfeleljenek. De megemlíthetjük dr. Szalait, illetve hát az ő felesége is például ugye részt vesz az edzéseken, még mindig irányítja a gyerekeknek a felkészülését. Így van. Én nagyon büszke vagyok erre is, hogy továbbra is így csapatban tudunk dolgozni.
szerintem azért egy embernek egy egyesület, illetve szakosztály vezetése, illetve feladatai azért elég megterhelőek lennének. Így elmondhatjuk, hogy a versenyzők felkészülését ugye Németh Gábor irányítja, akinek ugye a segítője dr. Szalai László. Nagyjából ők foglalkoznak a 12 éves korosztály feletti csapattal, illetve alatta, akik már általános iskolások is elkezdték a versenyzést, nekik az edzéseit igyekszem én vezetni, illetve a legkisebb karatésok, illetve a kölyök tornásokkal pedig foglalkozik Papné Kovács Edit, illetve Szalainé Zsemje Mónika. Kapuváron hol vannak az edzések, és mikor lehet felkeresni a csarnokot? Az edzések továbbra is az ipari iskola tornatermében vannak kedden, szerdán, pénteken 5:30-7 óráig, illetve a kölyök tornásaink pedig szerd délután folyamán találkoznak, ha jól emlékszem, 5:30-7 óráig. Tehát az érdeklődők becsatlakozhatnak. Így van, illetve a Facebookon is megtalálhatnak minket, igazából a mai világban ez a legkönnyebb információt szerző lehetőség. Igen. Köszönöm, és gratulálok. Én is köszönöm szépen. A legkisebbek edzését Papné Kovács Edit egydanos karatemester irányítja. Már 2 éves kortól várjuk a gyerekeket a Spartacus kölyöktorna foglalkozásokra. 2 csoportban foglalkozunk velük, mert természetesen egy 2 éves és egy 7 éves nem képes ugyanarra. Ezért a kisebbeknek 1 fél órás foglalkozást tartunk, 2-től 4 éves korig, a nagyobbaknak pedig 4 éves kor fölött már 1 óráig tart egy kölyöktorna foglalkozás. Karaténak indult ez az ovis csoport is, ugyanis nagyon sok volt az érdeklődő óvodás, aki karatézni szeretett volna. De hamar rájöttünk, megtapasztaltuk, amit egyébként a tanulmányainkból tudtunk is, hogy ez a korosztály az életkori sajátosságaiból adódóan még nem igazán képes arra, hogy karate mozgást tanuljon. Sokkal fontosabb náluk, hogy az általános mozgáskészségüket fejlesszük, az olyan természetes mozgásaikat, mint a futás, kúszás, mászás, különböző szögdelések, a labdázás, és ezáltal válnak majd alkalmassá arra, hogy 6-7 éves koruk táján jó alapokkal indulhassanak ahhoz, hogy karate edzéseken vegyenek részt. Nagyon sok eszköz áll ehhez rendelkezésünkre, ami felkelti a gyerekek érdeklődését, hiszen színesek, szépek, érdekesek, és nagyon szívesen végzik a foglalkozásokat, és ezek során olyan képességeik fejlődnek, amik nem csak majd a sportolásban válik előnyükre, hanem az iskolában is. Tehát azok a részképességek, amelyek a tanuláshoz szükségesek, azok is nagy mértékben fejlődnek ezeken a foglalkozásokon. És hát a legtöbb gyermek 6-7 éves korában válik alkalmassá arra, hogy karate edzésre járjon, és van is egy külön csoportunk. Egy teremben edzünk a nagyobbakkal, de külön csoportban ugyanúgy a Szalainé Zsemje Mónikával foglalkozunk a kezdő karatésokkal. Most is van 2 olyan gyermekünk, aki már 6 éves, vagyis még csak 6 éves, viszont a többség azért inkább 7 éves korában kezd hozzánk járni. Vannak olyan gyerekek, akik már kezdőkorukban is versenyzővé válnak, nem mindenki, van, akinek több időre van erre szüksége, de most is van 3 gyermek, aki ugyan még kezdő, de már versenyzett. Így össze 2 versenyen vettek részt, természetesen ezek nem országos versenyek még, hanem területi versenyek. Az egyik a Répcel, aki a másik pedig a szlovákiai Dunaszerdahelyi verseny volt, ahol úgy rendezik meg a versenyeket, hogy külön kezdő és külön haladó kategóriában, tehát a kezdőknek nem kell attól tartaniuk, hogy összekerülnek olyan versenyzőkkel, akik már több éve karatéznak. És ezek a kis kezdőink, Kozma Bendegúz, mindkét versenyen első helyezést ért el, Kisleiser Nóra mindkét versenyen második helyezést ért el, az Epergyes Adél, aki pedig a legfiatalabb, illetve korban nem biztos, hogy a legfiatalabb, de a legkevesebb idő óta versenyez, ő pedig Répcelakon még 3. lett, de Szlovákiában már ő is 2. helyezést ért el, úgyhogy ügyeskednek. Ugye a karate az fegyelemre nevel, mennyire lehet fegyelmezni ezt a korosztályt? Elég izgő, mozgó, szeretnek jönni, menni, de azért a karatéhoz, hogy el tudják sajátítani a különböző mozdulatokat, ahhoz fegyelem kell.
Igen, hihetetlen egyébként, mert sok olyan gyerek, aki az iskolában azt mondják, hogy nagyon izgőmozgó karate edzésen, mindenki fegyelmezett. Tehát látják a nagyobbakat, látják, hogy itt így kell viselkedni, és egyszerűen betartják ezeket a szabályokat, és nagyon figyelmesek, és nagyon rendesen csinálják. Tehát lehet tanácsolni a szülőknek, ha látják, hogy gyermeken szeret mozogni, futni, szinte egész nap 24 órában, az keresse fel akkor az edzéseket, és ott tudnak azért egy-két jó tanácsot is adni, illetve be tudják őket vonni az edzésekbe. Igen. Ugye a gyerekeknek hogy működik az edzés, tehát hetente hányszor? Hát a legkisebbeknek még csak heti két edzés van, kedden és pénteken van őnekik az edzés, és ahogy nőnek, úgy nő az edzés szám. Tehát egy év múlva már járhatnak mind a három heti edzésre, ami közös, és ahogy nagyobbodnak, ahogy már az Iminél, Gábornál, Lacinál vannak, ott viszont már 6-7, a legnagyobbaknak viszont már 10 edzésük van egy héten. Úgyhogy a három közös edzés kiegészíti, két súlyzó, két futás és két zsákoló edzés, de ez természetesen teljesen fokozatos, tehát a legnagyobbak jutnak el idáig. De őnekik viszont muszáj, aki versenyezni szeretne. És összességében miért jó ez a gyerekeknek akár ilyen korán elkezdeni, tehát 5-6 évesen is már ezt a rendszeres mozgást? Hát én a saját gyerekeimből tudok kiindulni, én őket már pár hónapos koruktól folyamatosan mozgásra hurcolom, babaúszással kezdtük, aztán persze jött a kölyöktorna, ahol egész szabadáskorukban jártak, és 7 éves korukban kezdtek mindketten karatézni. Ugyanez vonatkozik a Szalai László és a Szalai Nezsemje Mónika gyerekeire, és ők ugyanezt vitték véghez. És igazából mindannyian jó tanulók, jó sportolók lettek, szóval szerintem csak hasznunkra válik. És edzőként, anyaként hogy látod, milyen a közösség, milyen a Spartakusz, tehát igazi családként működik, gyermekek, szülők együtt vannak, edzenek, jól érzik magukat? Igen, természetesen nagyon jó a csapat, együtt megyünk versenyekre, a szülőkkel is jó a kapcsolat, a gyerekek jobban vannak, tehát kell egy ilyen közösség, ahova tartozhatnak. Ez mindenkinek jót tesz. És van valamilyen évzáró rendezvény a Spartakusznál? Igen, szoktunk minden évben egy évzáró edzést tartani, ahol ilyen játékos feladatokat szoktunk véghez vinni, amiben a szülők is bekapcsolódhatnak. Nagyon jó hangulatban szokott tenni, utána egy kis ünneplés, kis ajándékozás. Az elbéseknek idén is lesz egy kis meglepetés, úgyhogy igazából ez szokott lenni az évzárónk. A Kapuvár Spartakusz várja óvodáskorú gyermekek jelentkezését is. A rendszeres és irányított testmozgás segíti a legkisebbek testi-lelki fejlődését. Hát ő kereshet bármelyikünket igazából, a Facebookon fent vannak az elérhetőségeink, mint magánszemélyek is fent vagyunk, és van ilyen oldalunk, hogy Spartakusz kölyöktorna és a KKL Spartakusz karate. Ezen a két oldalon nyugodtan lehet írni üzenetet, szívesen válaszolunk. Igazából a legalkalmasabb időpont a karate edzések elkezdésére a szeptember, de egész év során igazából lehet csatlakozni a kölyök tornához, viszont minden további nélkül bármikor, tehát az év bármelyik hónapjában. Köszönöm. Szívesen, köszönöm szépen.